nyugalmát megzavaró második kopogást gyors reakció követte. Jana még mindig Griffinnel beszélgetett, és Clifford csak azért sietett mindenkit megelőzve ajtót nyitni, mert mindhárman azt gondolták, Jana apja tért vissza valamiféle információval a továbbiakról. A küszöbön azonban az a bizonyos fiú állt, komoly arccal, hétmérföldről is kiszúrható vörös hajjal és elzseklő bűntudattal telt szemmel. Szia, nem akartalak benneteket zavarni, köszönt rá Cliffordra. De gondoltam, megkérdezem, nincs-e valamire szükségetek. Jana még biztos nem igazodik ki a szálláson, elsőre mindenkinek nehéz. Griffin másodikként ért ki az ajtóhoz, és kezét az ajtófélfának támasztva, egy egyszerű mozdulattal elzárta az utat a lakásba. Nem annyira nehéz, Dayton. Amúgy meg van, aki eljátsza a kalauz szerepét helyetted. Szóval tedd vissza a hamis angolmotorodat oda, ahonét előszedted, hogy mutogasd máshol. Jana elképedt. Kész volt alaposan Griffin lábára taposni a modortalanságot halva, de még mielőtt bármit teltett volna, a vörösajú fiú megköszörülte a torkát, és nyugodtan álmosődött. Ennek örülök. Feltételezem, a kalauzmód csak a szállásra vonatkozik, hiszen egy ideig nem léphetsz ki a kapukon túlra. Én igen. Sarkon fordult, hogy távozzon, amikor Jana végre lenyelte a torkában képződött gombócot, félretolta az útjába Griffint, és a folyosóra kisántikálva Orivel után kiáltott. Várj, ne menj el! Griffin már távozni készült. Gyere, megkiblak egy teára. Persze csak akkor, ha még nem vagy túl rajta. Kérdéssel teli pillantással nézett le, de Oliver pedig még ha túl is esett már a teázáson, ezt a tény bizonyára félre söpörte. Amilyen fagyos volt a hangulatot az ajtó előtt, Jana meg is tudta érteni. Az egyik bosszantó jelenség az ajtóban terpeszkedő Griffin volt, aki hirtelen úgy kezdett viselkedni, mint aki úgy tervezi annak a lakásnak az ajtajában tölti az élete hátra levő éveit. Köszönöm, elfogadom a meghívást, biccentett a fiú. Griffin ekkor kapcsolt őrült paranoiás üzemmódba. Jana, ne csináld ezt. Emlékszel, mit mondtam róla az előbb? Sziszegte félre vonva Janát, ahogy a vörös hajú ördög belépett a lakrészbe. Igen, bólintott Jana. Köszönöm, hogy meglátogattál. Jól megleszek, ne aggódj miattam. Később újra beszélünk, rendben? Te most komolyan kidobsz? Griffin várta a kérdésre a választ, de az nem jött. Így sarkon fordult és kemény léptekkel távozott. Csak azért nem döntötte fel Olivert, mert a fiú még idejében félreállt az útjából. Ne haragudj, nem mindig ilyen csak. Jana kereste a megfelelő szavakat. Azok mégis elbújtak előle, és elég jó menedéket találhattak, mert most másodszor érezte magát furán az elmúlt napok során. Nem úgy furán, amikor Clifford való személyiségével ismerkedett, vagy amikor az apja szavait hallgatta, esetleg Griffint, hanem igazi furán-furán. Nem vettem magamra, ismerjük egymást ideje, Weimarral, válaszolt Oliver higgadtan.